Sokszor a fülembe csengtek pótár szavai. Keresd a hétköznapi emberek társaságát. Többet taníthatnak neked, mint én. Én csak tanítást, de ők társaságot és érzelmeket is adhatnak. Mindazt, ami bekapcsolja még szunnyadó alsó energiaközpontjaidat, mert ezek egyensúlytalansága jelenleg kívülárásra és magányra hajlamosít. Megrázta a fejét és elmosolyodott. Persze, beszélhetek én neked. Jusson majd mindez eszedbe, mikor egyedül hajtod álomra fejed a vackodon. Engem elsőre ebben az apró bekezdésben két szó fogott meg, az egyik a magány, a másik pedig a kívülállóság. Ez a két érzés tulajdonképpen születésemtől kezdve meghatározza én mindennapjaimat, és az utóbbi években egy leerősebben érzem azt, hogy inkább a belső világomba menekülök, és egyre jobban elzárkózom a külvilágtól. Ugyanakkor ez a fejezet egy kulcsot is ad a kezembe, az arra nézve, hogy ez a két érzés, ez azért csökkenjen bennem, mégpedig azt, hogy nagyon sok szépséget és gyönyörűséget tud nyújtani a külvilág is, tehát hogy ne zárkózzak el tőle. Nekem ez az első videó felvételem, így azért az utóbbi egy-két napban elég sokat járt így a Karma Killer könyv, illetve a felvétel körött a gondolataim. De éreztem azt, hogy van egy olyan erő ebben a könyvben, amit már többször is olvastam, hogy át fogom tudni adni azt, amit nekem ez a könyv jelent. Ha két szóba szeretném azt megmutatni, hogy mi is az, amit ez a könyv számomra jelent, az a remény és a bizonyosság. Én 5 éve gyakorlom, és nagyon biztosan érzem azt, illetve a könyv olvasása során is nagyon sokszor éreztem azt, hogy biztos, hogy van a világnak egy olyan olvasata és egy olyan oldala is, amivel én még nem találkoztam. Tehát lennie kell. Ezt ilyen nagyon, nagyon biztosan érzem. Nincs még vele kapcsolatom, vagy nagyon ritkán szoktam azt, főleg itt táboroknak a végén érezni azt, hogy igen, az a másik világ, ami tulajdonképpen anami így az egyes életutaink keresztül a Karma Killerben megmutat, az létezik. Tehát, hogy ez ilyen tényként jelen van bennem. Én elsősorban azokat a fejezeteket olvastam el többször, amelyikben a 4 gyakorlat benne van, mivel azt éreztem, hogy az akkori anomival, aki például a vezeklő vagy a jógi, azzal egy olyan kapcsolatot tudok kialakítani az akkori anomival, aki, tehát mint hogyha picit úgy érteném. És tehát érteném azt a kívülállóságot, azt a nagyon-nagyon erős keresést és kutatást, amit a mestere segítségével ezzel a belső úton megtett. És van egy nagyon aranyos történet, amihez a könyvhöz kapcsolódik. Én még felnőtt koromban is nagyon-nagyon sokáig több plusz állattal aludtam együtt. Volt többször is, hogy anomi táborokba elhoztam őket. És amikor volt a testfél év tudatossági, tehát amikor a testfél évvel kezdődött, akkor a tudatossági gyakorlatok során ezeket a plüssállatokat is megváltam tőlük. És néha van, hogy azért most is hiányoznak, így amikor úgy érzem, hogy nehéz, vagy a tisztulási tünetek felerősödnek, akkor én magam mellé veszem ezt a könyvet, és érzem, hogy olyan reményt és egy olyan bizonyosságot tud adni, hogy igen, nem vagyok egyedül. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a könyvet, tényleg annyiszor elolvasom, annyiszor rábukkanok valami olyan újdonságra, amit így előzőleg nem vettem észre.
És talán ami a legnagyobb segítség nekem a könyvolvasása során, hogy ez a talán eljön majd az az időszak, amikor nem fogom magamat egyedül érezni, és nem lesz ilyen erős ez a kívülállóság érzés. Úgyhogy további jó gyakorlást kívánok, és sok olvasást! Sziasztok, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok!